futni fog, hanem... Nem, mind a kettőt fut. Akkor ezt megnézem, akkor lehet, hogy egy nemzeti százba futott, és nem a nemzetközibe. Megnézzük. Mindegy, lényeg a lényeg, férfi 100 méter. Alex Wilson EB 7. 200-on az egyesen, aztán Harry Akins RET a kettesen, Európa bajnoki bronzérmes volt. Kim Collins 2003 világbajnok, a 40 esztendős, ott volt Rióban is természetesen. Joel Fearon, Nagy-Britanniából 9.96-ja van idén. És aztán itt van az olimpiai 6. helyezett Elephant Chod Party, Ben Youssef Meïté. 9.96-ja van neki is. Asafa Powell, sokat várnak tőle. Az olimpián váltóban futott, ott aranyérmet szerzett. Usain Bolt-tal karöltve, azzal a Usain Bolt-tal, aki az idei szezonra már befejezte a versenyzést természetesen. És Powell-től azt várják, hogy ahogy az nála lenni szokott nagy világverseny után, lekerül róla mindenféle terre és szalad valami irreális időeredményt. Meglátjuk. Csurandi Martina fut mellette a hetesen, négyszeres Európa-bajnok. A holland, és itt van Solomon Bocari, aki a legutóbbi amszterdami Európa-bajnokságon 200 méteren, negyedik, százon pedig hetedik volt. Az egyesen tehát Wilson, a kettesen Akins RET, a hármason Collins, a négyesen Fearon, az ötösen Meïté, a hatoson Asafa Powell, a hetesen Csurandi Martina, a nyolcason pedig Solomon Bocari. Eljönnek elsőre, jól rajtol, Powell jól rajtol, Meïté kifut gyorsabban, ez itt a nagy kérdés, ez Powell meg fogja nyerni. Bizonyám, hogy meg fogja nyerni, és ott a 9.97, egy újabb 10 másodpercen belüli futás Asafa Powell-től. Meïté jött be harmadiknak, és szerintem RET lett a... RET vagy Fearon? 97. futása százon belül. Én azt gondolom, hogy Fearon a harmadik talán, aki ugye hihetetlen népszerűségnek örvendett, hogy bekerült 10 másodperc alá a briteknél, főleg azért, mert az elmúlt időkben nem annyira az atlétikára koncentrált, hanem a brit bob csapatra, és továbbra is a pyeongchangi olimpiára szeretne kijutni a bob csapat tolójaként. Ezzel azt gondolom, hogy jó esélye van, bár nagyon csalóka, tehát hogyha nincs ott a súly mögötte, amivel tolja, akkor az kevés. Ez abból nem az, hogy most így mekkora, az hagyján, tehát ha nincs 95 kiló, akkor az kevés. Ebből nem biztos, tehát értem, hogy hatalmas izomkötegek, de lehet, hogy madárcsont és ránézés lehet, hogy 80-85 kiló az ember. Na mindegy, ma jól futott viszont. Tehát sokan megkérdőjelezték tőle ezt a 10 másodpercet, hogy ez a 9.96-ja van talán? 96-ja, igen, hogy mennyire így szerencse, úgy szerencse. Látod, hogy iszonyatosan darabos a mozgása, nagyon sokat mozog a feje, dobálja magát jobbra-balra. Ez nem, mennyi? Nem ez tud mire támaszkodni. 10.05-ös futás lehet? Mennyi ez? Annyi, szerintem. Még lehet, hogy... Kifejezetten jó. Kifejezetten jó. Nincs ott a bobo, mire tud támaszkodni, azért egy picit szétesben mozgja meg, ugye nyilván ez egy hosszabb táv. Az, igen, szerencsére. Ezen tolni azt az ördögszekeret, az nehézkes lenne. 10.05 lett a Fearon eredménye. 9.96-tal nyert, tehát Powell, Meïté a második 10.01-jel, Fearon, Martina, Collins. Mert 40 évesen a 10.24, az mondjuk azt, hogy jó edzettségi állapotra utal. Kim Collinsnál, na még egyszer, Dibaba befutója. Találtál valamit? Nem, kapcsolat.